fiatalok mennyire nyitottak ezt tanulni, ezt nagyon jól szórakoznak rá. Hát pont emiatt, mert hogy látod, hogy a moldvait nagyon szeretik, főleg a fiatalok, de amúgy bárki más is, mert egy könnyen fogyasztható, gyorsan magával tud ragadni, magával tudja ragadni az embert, mert lendületes, körtánc van, nem kell párba szenvedni, hanem a tömeg ellögdös. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, öregebbek is egyaránt. És mivel hogy ilyen lendületes a muzsikája, a zenéje, ezért a fiatalság talán jobban magáénak tudja érezni. Könnyebben elsajátítja, gondolja ő, mint mondjuk egy mezőségit, vagy bármi mást. A moldvai csángok vokális népzenéje megőrizte a magyar karaktert, mégis önálló dialektusnak számít. Más magyar vidékek zenei jellegzetességeitől elkülöníti a régi hagyományok megőrzése, a más vidékekről nem ismert dallamok nagy száma, az új stílus dallamainak jelentéktelenebb mennyisége, a díszítések feltűnő gazdagsága és az idegen hatások, főleg a román hatás, amely dallam átvételek, szövegátvételek és egyes zenei elemek átvételében nyilvánul meg. Régebben a fonó volt a moldvai falvakban a fiatalok számára az egyetlen szórakozási lehetőség. Itt kezdődött az ismerettség, a barátkozás, az udvarlás, majd a párválasztás is. A guzsajasban, ahogy ők nevezik, párosítókat, csúfolókat, balladákat énekeltek. Még a fiatalok közül is sokan tudják és szívesen éneklik a hosszú, szebbnél szebb balladákat. Harminc éve zenéltek táncházakban. Ez nagyon hosszú idő, azt mondtátok, hogy már generációk felnőttek ezen a zenén. Ez a 30 év, ez hogy telt el? Hát sok minden történt ez alatt. Ugye először, ugye 1988-ban kezdtük a táncházat, mégpedig egy gyimesi táncház volt az első évben, majd hozzájött a moldvai zenék, táncok hozzájöttek. A Tatros együttessel kezdtük annak idején. Akkor még szerdánként volt ez a táncház. Tehát szerda esténként, illetve minden vasárnap délelőtt gyerektáncházat is. Az is azóta folyamatosan van egyébként. Jelenleg itt a Marcibányi téren csütörtökönként van ez a táncház, és három zenekar játszik itt, felváltva. Ugye ez a Somos, a Szigonyi, illetve a Fanfara Komplexa. De az ilyen évkezdésekkor, vagy az évzárásokkor csinálunk ilyen közös bálokat. És jól látom, hogy jó a buli? Igen, jó a buli. Ugye ez alapvetően Erdélyből indult el, az erdélyi zene kapcsán indult el ez a táncház mozgalom, és az ottani, még akkor élő zenekarok, illetve tánchagyományok alapján indult el ez a táncház mozgalom, és úgy, ahogy ott is voltak a bálok, illetve különböző táncos alkalmak, akár lakodalmak, keresztelők, de hát a sima, úgymond sima bálok is, úgy kezdték el. Na most mi is hasonlóan, ugye itt ebben a táncházban alapvetően csángó zene szól, mégpedig moldvai és gyimesi csángó zene. Azért eléggé különbözik a kettő, de hogy ez a kétféle csángó zene szól. Tehát ilyen értelemben hát az ő hagyományuk alapján kezdtük el meg a zenét is tanulni, meg a táncokat is. De hát mivel manapság, tehát mivel a mában élünk, nyilvánvalóan nem pont olyan, mint régen volt a bálokban, hiszen ott például nem volt a hangosítás. Igaz, hogy kisebb helyen történt általában a mulatság. Meg hát más a közönség is, itt városi emberek. Városi, mondjuk a legfiatalabbaktól egész a nyugdíjasokig is akár részt vesznek itt. Let's go!
mit hozz ez a hangulathoz, ami egy ilyen táncházban van? Én nagyon örülök, hogy most 2017-ben is még tudnak ilyen mulatságok lenni. Ami a belvárosban van, az könnyebben megközelíthető, ugye tömegközlekedéssel. Ilyen szempontból a Marcibányi téri művelődés központ egy kicsit kiesik, viszont itt meg olyan előny van, hogy itt, hogy azért igen, a 30 év alatt azért most már mindenkiben tudatosult az, hogy igen, a csütörtökönként Marcibányi téri táncház van, ahol csángó muzsikával találkozhat a nagy érdemű, nyimesi és moldvai muzsikával, és minden héten másik zenekar játszik. És amikor ilyen nagy évadnyitó van, vagy nagyobb ünnepség, akkor szokott szoktak a zenekarok úgymond összeállni, és egy nagy este alatt mindenki vetésforgószerűen muzsikál. A moldvai magyar táncfolklór bőségesen veszi át, olvasztja magába a délkelet-európai hatásokat. Ezek szintéziseként alakulhatott ki a jelenlegi moldva hangszeres tánczene stílusa, amelyben a számos balkáni hatáson túl nyugat-európai hatások nyomai is fellelhetők. Néhány páros és négyes táncuk rokona az erdélyi táncoknak, járnak időnként csárdást is, ez azonban egészen új keletű. A lánc és körformájú táncok sokkal általánosabbak. Századunk első felében a moldvai zenekar összeállítása furuja, koboz és dob volt. Kétféle furuját használtak, a rövidebb, hatlyukú sültüt és a hosszabb, ötlyukú kavalt. Ismerik még a kettős furuját és a tilinkát is. A 60-as évektől kezdve már csak ritkán játszanak furujások tánc alá. A táncolni vágyók cigánzenészeket fogadtak meg hegedűvel, dobbal, cimbalommal és kobozzal. Egy picit mutasd be nekünk ezt a hangszert, mert szerintem ez egy nagyon érdekes. Mit lehet erről tudni? Hát a koboz az egy körte alakú, lanszerű hangszer. A lantok családjába tartozik. Általában 8 húros, nem mindig. Van, aki prímekre hangolja, van, aki... ezen 4 húrpár van, oktávokra hangolva, és verni kell, nem lágyan pengedni, mert a zenének ritmust is ad, meg a melódiát is kicsi követi valamelyest. Zajlik a folpak együttesnek az együttesi élete? Van, hogy talál az egyikünk valami szép dallamot, és akkor ezt összeülünk, és akkor a primások megtanulják, aztán leülünk, és akkor mi kitaláljuk hozzá, hogy nagyjából milyen lett a kísérete, vagy így hallgatjuk együtt a felvételt, a gyűjtéseket, és akkor vagy más zenekarok CD-jét, és akkor arról megtanuljuk. De úgy látom, vagy azt gondolom, hogy mindenkinek van saját szakmája, tehát ti nem profi zenészek vagytok. Hát van köztünk, a furuljásunk ő hivatásos zenész, a másik kopszos, ő még gimnazista, a Balti most kezdte el a testnevelési egyetemet, én is bölcsész szakra járok, de minden négyünknek nagyon fontos, meg az életünk része, úgyhogy...
meg tudod azt fogalmazni, hogy mi a különbség, mondjuk, hogyha egy ilyen helyen buliznak az emberek, a fiatalok, vagy mondjuk egy teljesen másfajta diszkóban? Ez egy családias közeg szerintem, sokkal inkább. Egy elmész egy diszkóba, egy bármilyen helyre, az valahogy idegen. Itt pedig van egy olyan fajta befogadó közeg, ami sokkal inkább emberi, mint egy diszkó, szerintem. Te beleszülettél ebbe a közegbe, vagy nem? Belecsöppentél? Én belecsöppentem. Már szinte felnőtt fejjel. Tehát én 20 éves korom előtt nem igazán hallottam népzenét. Most vagyok 25. Szóval igen. Én ebbe így belecsöppentem, meg tetszett, és benne ragadtam. Azt hallottam, hogy a gardonyt azt mindig a házaspárból a feleség játsza. Ez most így alakult, vagy ez teljesen másképp van? Ez a mi esetünkben nem így van, hiszen nekem Kerényi Robi nem a férjem, viszont mondhatni úgy, hogy 15 év alatt azért a zenekarban egy igen családias viszony alakult ki, hiszen 15 év az 15 év, még egy házasságban is egy jó működő házasságnak lehet mondani, de való igaz, a gardonyt azt a gyimesi embereknél, illetve a csikiaknál is a feleség ütötte még hozzá azért, mert hogy akkor a kereset, amikor elmentek muzsikálni egy bába vagy egy lakodalomba, akkor egy helyen maradt, nem kellett szétosztani másfelé, illetve egy másik szempont is van, hogy nyilván a legjobban azzal tud összeszokni muzsikálás alatt az ember, akivel nagyon sokat zenél. Na most ebben az esetben a férj és feleségek, ha nagyon sokat mennek muzsikálni, akkor nagyon összeszoknak. Amikor a Nimesit játszottátok, a fiúk nagyon nagy szólókat lejtettek. Azokat a táncokat, a férfi táncoknak úgy szoktuk hívni Gyimesibe, hogy ropogtatás. Ezek a ropogtatások arra valók, hogy a férfi táncos meg tudja mutatni a tudását, kicsit tud kihivalkodó lenni, felkelték a lányok figyelmét ezzel, még nagyobb státuszba emelkednek úgymond a lányok szemébe. Ezáltal, hogyha valaki kiáll a zenekar elő, és egy hatalmasat ropogtat, ugyanúgy, mint ezek a profi táncosok amúgy, akik ropogtattak itt. Általában ezt úgy nevezik, hogy legényes táncok, ugye? Tehát, hogy a férfi egymagában táncol, vagy akár több férfi is táncolhat együtt. Ez mindenfelé megvan, az egész magyar nyelvterületen ez a fajta tánc. Na most itt a gyimesi táncoknál is van kimondott a legényes. Most itt nem ez volt látható, mert van a félvállás és a verbum, ahol csak tényleg egy férfi táncol. Itt most ez egy páros tánc volt, egy sebes csárdás volt, amiben vannak olyan részek, ahol a férfi úgymond elengedi a nőt esetleg, és akkor csinál ilyen legényes figurákat. Van ez a keptár, ez a patkus bunda, az nagyon szép. Aztán van a kalap, melyik van hurmuz rajta, és van a fehér nadrág, és még van, hogy ezt mondjam, ilyen cipő, ilyen téli cipő. És ez a viselet a dzsangó, moldovai dzsangó fiúknak. Ez a nőknek, és a fiúknak. Pedig ez a keskenyő még ide jár magához. Oda tartozik, ez olyan, hogy azért tartották, mikor mentek a templomba a nénik, szabásik, akkor mindenki így tartotta a kezébe, és akkor mondjuk elmentek a templomba, letették, letérgyértek, és nem mocskolják meg a ruháikat.
A különböző történeti hátterű modvai magyar csoportok öltözete, sok eleme a régies erdélyi magyar népviseletekhez kapcsolható, de több meghatározó vonásuk különbözik azoktól, és kelet-európai balkáni párhuzamokra mutat. A női fejrevalók között például megtaláljuk az Erdélyben sokfélé viselt csepeszt, de a többi magyar csoportnál ismeretlen kerpát és kerparuhát is. Az utóbbinál az asszonyok kontyukat vesző vagy drótkarikára tekerik, és ezt egy nagy, piros, csíkos vagy kockás alsó főkötőbe, a kerpába rejtik. E fölé vagy turbánszerűen csavarják a kerparuhát, egy hosszú, többé vagy kevésbé mintázott kendőt, vagy csak ráborítják oly módon, hogy két oldalt két vége alá csüngjön. Esetleg egyik szárát a nyak körül megtekerik, vagy föl is tűzik. A modvai csángó viselet másik sajátossága a ruhaként viselt hosszú vászon ing. Az ingek ujjának külső fele hímzett. Jellemző rájuk a tömött, ferde csíkok sora, színes gyapjú szállal kivarva, valamint a különbözőképpen beállított és keretezett válfoltok. Derékban széles házi szőttes gyapjú övvel tekerik körül ezt az inget. A csángó férfiak öltözete hasonló a régies erdélyhez, a hosszú, kívülviselt ing, a szűk gatya a bocskorral, a tűző és a fehér posztó. Csángó zene az mennyire áll közel hozzád? Hát nagyon közel áll hozzám, azt mondhatom, mert a Szigony Együttesnek a meghatározó zenei vonala az a csángó vonal, akár a gyimesi, akár a moldvai. Mi nekünk még lehetőségünk nyílt azoktól a mesterektől tanulni, akiktől a mostani generáció, illetve az előttünk lévő, meg még az előtti lévő generáció nem találkozhatott. Tehát, hogy én az, hogy én mesteremnek mondhatom Zerkula Jánost és Pikó Reginát, ez egy olyan lépéselőny a mostani zenész generációkkal szemben, ami behozhatatlan. Hiszen az, hogy én személyesen tanulhattam tőlük, megérinthettem őket, beszélgethettem velük, turnézhattam velük, heteket, hónapokat tölthettem velük, nem hozhatja be azt a lépéselőnyt, mint amikor valaki csak egy kazettáról ismeri meg ezeket a mestereket, és hallgatja, hát és tanulja. Mert majd tőled a... Igen, mi már ebből a szempontból igen, tehát egy ilyen visszatanító emberkék vagyunk. Szoktunk is menni, azért Robiék a Gyimesbe, néha visszaívnak bennünket bár muzsikálni, vagy akár tanítani, kurzust tartani. Hiszen mi azt a fajta régi muzsikát tudjuk és csináljuk, amit az elődök csináltak, az ottani mesterek és előadó művészek. És ezt amúgy az emberek nagyon szeretik és értékelik is. Először is, hogyha az ember meg akar tanulni valami ilyesmit, legalábbis mi így csináltuk, és remélem így csinálják a következő nemzedék is, hogy amennyire lehet egy az egyben felvételekről, legalábbis az eleinte mindenképpen azt gondolom másolni kell annyiban, hogy az emberbe bele ivódjon ez a bizonyos stílus. Mivel, hogy mi nem oda születtünk, ezért valahogy belénk kell, magunkba kell szívjuk ezt felnőttként, tehát én budapesti vagyok, úgy alakult, hogy valahogy ez a gyimesi zene, illetve táncok kezdtek érdekelni. Mert ugye más, ha valaki oda születik gyerekkorában, annak ugyanúgy anyanyelve lesz az a zene, illetve az a tánc. De nekünk, ugye én felnőtt fejjel szeretem bele ebbe a dologba, tehát ez más, hogy tud tanulni az ember ilyen dolgokat. Azt gondolom, hogy játszani kell a játéknak a mindenfajta értelmében. Tehát nyilvánvalóan én is saját módomon játszok. Népzenészként szerelemből, vagy inkább a profizmusából adódóan szereti ezt csinálni? Is is. Hát
nyilván az ember szerelem nélkül nem csinálja azt, amit csinál. Illetve előfordul az is, aki tényleg csak van egy főállása mondjuk, és csak szerelemből csinálja az egészet, akkor megy el muzsikálni, amikor ő neki van kedve, nincsen megszabva. Mint egy olyan zenésznek, aki megélhetési zenésznek mondjuk, és azt mondja, hogy neki muszáj ekkor és ekkor és ekkor és ekkor elmenni muzsikálni, mert különben miből fogja magát fenntartani. Tehát ez egy ugyanolyan munka, mint amikor más ember elmegy 8 órát ledolgozni, és amellett. És a főállású zenészek is, amellett, hogy főállású zenészek, amellett még azért ugyanúgy tanítanak, vagy van másik állásuk. Csak meghallod, hogy hallasz. Szerintem ezt élőben lehet a leginkább elcsípni, hallasz valakit. És akkor egyszer csak odafigyelsz, és meghallod, hogy mit csinál. És főleg egy népi furúja, vagy egy hegedű is akár, hogy olyan hangulatok vannak, meg olyan finomságokat visznek bele a zenébe, hogyha egyszer csak meghallod, akkor nem fogod elengedni utána. Egy kísérlet. Egy lehetőség, hát mindannyiunk számára, és azt gondolom, hogyha valaki jól csinálja azt a dolgot, akkor nem lehet probléma az, hogy gyakorlatilag milyen hangszerrel játszik. Ha meg tiszteletben tartja tényleg azt, amiből ez ered, és leginkább jó zenét csinál, akkor azt gondolom, ez nem lehet probléma. Ezekben a réteg zenékben tud segítséget nyújtani azok a műsorok, ezek a tehetségkutató műsorok, mint például a Virtuózok ugye a klasszikus adásban, klasszikus zenében az M1-en, illetve a Fölszállott a Páva Népzenei Tehetségkutató verseny, szintén a Duna TV-nek a gondozásában van. Ezek nagyon sokat javíthatnak azon a helyzeten, hogy ez a réteg zene, ez minél inkább kinője magát egy olyan kulturális tevékenységé, ami minden embernek ismerté lesz, és nem azt mondja, hogy öt ember ismeri a népzenét, hogy mi az a népzene, a másik öt ember meg azt se tudja, hogy eszik-e vagy isszák. Meg a Jó ez a Folk című magazin is. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A műsor a Halmos Béla program támogatásával készült.